Ez a Sára album valóban arra törekszik, hogy bemutassa ennek az alkotónak a művészetét, és amennyire lehet a személyiségét is. Ez egyáltalán nem magától értetődő, hogy ez a bemutatás miképpen is történjen, mert hogy egy kivételesen sokoldalú művészről van szó. És a könyv arra törekszik, hogy valamennyi területét, legfontosabb aspektusát ennek az életműnek reprezentálja. Ez a Sára könyv úgy indult el, hogy az alkotó tudott a készüléséről, és nagyon várta is, hogy megvalósuljon. Sajnos viszont közbeszólt a halála. Pont abban a pillanatban született gyakorlatilag ez a könyv, amikor még ugyanaz alkotó élt, a koncepciójával is tisztában volt, voltak éppen erre áldását is adta, de mivel nem érhette meg a könyvet, ennek következtében immár ez a könyv valóban egy lezárult életműről tud beszélni, méghozzá elsőként, amelybe az alkotónak valamennyi fontos tevékenysége előkerül. Tehát megjelenik benne Sára Sándor az operatőr, megjelenik Sára Sándor a játékfilmrendező, megjelenik a dokumentumfilmrendező, megjelenik benne egy külön tanulmányban a Duna TV elnöke is, és megjelenik benne Sára Sándor a fotóművész, mert hogy nagyon jelentős az életműben a fotográfia, amit talán esetleg kevéssé ismerünk. Én úgy gondolom, hogy kiállításon különböző kötetekben azért már ebből láttunk, de ilyen gazdag válogatással még nem jelentkezett egyetlen egy könyv sem, és ez tartozik egy tanulmány is Kincses Károly tollából, aki egyúttal ennek a fotós hagyatéknak a gondozója is, illetve a képeknek a szerkesztője is volt. Tehát számomra legalábbis ez a legnagyobb újdonsága a könyvnek. Elég nyilvánvaló, aki ismeri az ő operatőri munkásságát, vagy akár saját filmjeit, hogy egy nagyon erősen képben gondolkodó, nagyon szépen komponáló művészről van szó, tehát eléggé magától értetődő, hogy a fotózás közel állt hozzá, de hogy valóban milyen sokat fotózott, illetve hogy lényegében az egész életét végigkísérte, tehát a legkorábbi fiatalkori adott esetben otthon turán készült fotóktól kezdve egészen aztán idős korában a különböző utazásait, mindenek előtt az indiai utazásokat dokumentáló fotók, tehát e tekintetben mondhatnám, hogy egy teljes reprezentatív pályaképet is ad a könyv, és ez a könyv e tekintetben valóban be tudja mutatni egész közvetlenül az ő művészetét, egészen a kezdetektől az időskori fotókig. A továbbiak azok inkább összefoglaló jellegűek, hiszen azért akár a történelmi dokumentum filmjeiről, vagy külön-külön a filmjeiről, játékfilmjeiről készültek már elemzések, megjelentek már különböző kötetek, akár itt ennek a kiadónak is a jóvoltából. De úgy gondolom, hogy ennek a könyvnek még ott van az a sajátossága is, hogy mindezt ugyanakkor egyben látja. Erről sem nagyon tudok, hogy ilyenre kísérlet történt volna, mert hát valóban, szóval minimum ez kell hozzá, a maga súlyával és terjedelmével, hogy mindez együtt egy kötetbe beleférjen, annyira sokoldalú és gazdag Sára Sándor életműben.